104 rádió egy csak igazi ma is láger megy. Kellemes hétvégét kívánok! Velünk történt magazin műsorunkat hallják, és a vasárnapi adásunk harmadik új blokja. a közösen sikerülhet. Ugye ebben a blokkban a járvány okozta gazdasági helyzet problémáira megoldást jelentő lehetőségeket és innovatív megoldásokat mutatunk be egy kedves barátommal, most Szabó Gyulával, a Csavató KFT ügyvezetőjével. Szia, Gyuszi! Szia, üdvözlöm a rádió hallgatókat! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél és tudunk beszélgetni. Régebben azért voltál itt, ugye beszéltünk itt a szénmonoxid jelzőkről, ugye a tüzelés előtt, a fűtési szezon előtt adtál jó tanácsokat, de most kimondottan ebben a blogban arról szeretnék veled beszélgetni, hogy ti az előző hullámot, a pandémiát ezt hogy tudtátok átvészelni, hogyan alakult az élet a cégeteknél. Építőipari beruházásokon gyengelmű házatépítéssel foglalkozunk. Itt a mi területünkön is azért érezhető volt ezeknek a dolgoknak a hatása. Mi első körben azt elhatároztuk, hogy a kollégák közül mindenkit megtartunk, és megyünk tovább előre, minket nem akadályoz meg semmi. És ezt úgy próbáltuk elérni, hogy a kollégák egy részét ilyen egyharmad, kétharmad arányba elküldtük szabadságra, illetve ilyen fizetés nélkül távol létre. Ezeket az időszakokat próbáltuk ilyen belső képzésekkel, ilyen online képzésekkel lefedni a kollégáknak, hogy mégis fejlődjenek közben. És aztán, ahogy a járvány kezdett csendesedni, akkor pedig visszaálltunk a rendes kerékvágásban. Tehát akkor az a lényeg, hogy mindenkit megtartottatok és működtök tovább teljes létszámmal. Így van, így van, és most azt tapasztaljuk, hogy azok a munkák amik akkor, amikor a járványos dolog volt, akkor elmaradtak, azok most szépen vissza, visszajönnek, tehát most annyi munkánk van, hogy nem győzzük, tehát nem, hogy elküldenünk kell, hanem keresünk embert igazából. Na igen, ennek a blokknak ez a lényege, hogy bemutassuk ezeket a lehetőségeket. Ugye ti, ahogy ismerek titeket, innovatívak vagytok, fejlődtök, mindig fejlesztés alatt álltok, voltak mostanában, vagy terben van valami? Igen, egyébként mások mondták is, hogy két autót vásároltunk a vírus ideje alatt, két új autóval fejlődött a cégünk, illetve számítógépeket, laptopokat vásároltunk a kollégáknak, tehát folyamatosan fejlesztettünk. Hát meg arról nem is beszélve, hogy egy gyönyörű, szép új telephelyen vagytok. Így van, így van, így van, így van. Hát most már lassan két éve költöztünk át az új telephelyre, odaérünk lassan, hogy kinőjük. Az a lényeg, és akkor beszélgessünk már ilyen kis érdekességekről, most cégnevek nélkül. Avas már be, kélek, mert én, hogy ismerlek téged, sokat dolgoztunk együtt, különböző például üzleti reggelin találkoztunk minden héten, ott rengeteget beszéltünk, hogy hány kilométer vezetéket húztok be egy csarnokba. Ez hát azért óriási melók ezek, nem? Hát, igen, igen egyébként pont friss adataim vannak egyébként, mert ma volt egy ilyen főadásom, ahol erről beszéltem. A tavalyi évben egyébként mi 130 ezer méter informatikai kábelt építettünk be azokon az építkezéseken, ahol dolgoztunk. 24 ezer méter tűzjelzőkábelt, több mint 2600 informatikai végpontot telepítettünk, illetve 2000 fölött van a füstérzékelők száma, amiket a tavalyi évbe beszereltünk, és közel 450 darab kamerát szereltünk fel a tavalyi év folyamán. 130 ezer méter? Így van. Optikai kábel volt az? Nem, ez informatikai kábelt, ez rész, rész kábel, katötös, kathatos, kathatás. Atya világ, te jó ég! Na hát ezeket jó volt hallani, és tényleg örülök, hogy tudunk veletek így ebben a blogban foglalkozni, és be tudjuk mutatni, hiszen gondolom azért sokan ismernek titeket, de nem biztos, hogy tudják ezeket a számokat, ez óriás, ez 130 ezer méter. Mennyien vagytok? Most jelenleg egyébként 27 fő a dolgozói állományunk. És akkor folyamatosan járjátok, nem csak gondolom a megyét, az országot. Egyébként azt kell mondanom, hogy mi ugye főleg mi Békés megyei cég vagyunk igazából, a legtöbb munkánk Békés megyei van, de például most a Lakiták autópálya építjük, a Nemzeti Művelési Intézetnél dolgoztunk ebbe az évbe, akkor kecskeméten van több munkánk, tehát hogy most az út elkészül, így kitágulnak elénk a lehetőségek, azt gondolom. Na, ez is egy nagyon fontos dolog, és tényleg ez is nem csak az, hogy ide jönnek esetleg olyan cégek, hanem innen is föl békés megyei cégeknek, ezért is nagyon jó ez a gyönyörű útfejlesztés. Beszéljünk már egy picit, még kérlek szépen arról, illetve adjál jó tanácsokat kérlek megint, ha már itt vagy megragadom az alkalmat én is hát megyünk bele az őzbe, még hogyha ez a 30 fokos szeptember nem is ezt mutatja, de hát lassan fűteni kell. Mire figyeljünk oda, Gyuszi? Tehát mindenképpen figyeljünk azokra a dolgokra, azokra a biztonsági dolgokra, amiket, amiket eddig is használtunk. Tehát a szénmonoxid azért egy füstjelzőnél meg kell nézni annak a működőképességét, le kell ellenőrizni. Magyarul most van annak a szezonja, hogy akinek szénmonoxid érzékelője van, vagy füstjelzője van, akkor ugye beszéltünk olyan is, hogy elemekkel működnek, tehát akkor most megnézni, hogy jó-e. Pontosan így van, így van. Tehát egy otthoni, egy családi házban lévő szénmonoxid vagy az nagy valószínűség elemmel működik. Ezeket most le kell ellenőrizni, hogy a, úgy, úgy vágjunk bele a fűtési szezonba, hogy azok jók legyenek. Jó örültem, hogy itt voltál és tudtam veled beszélgetni, a közösen sikerülhet blokkunkban. Én további jó munkát, jó egészséget kívánok neked és természetesen az összes kollégádnak, és további szép sikereket, sok-sok, százezer -sok métert. Nagyon szépen viszont kívánom. No hát, itt a velünk történt magazin műsorunkban, na ezért érdekes ez a műsor, ilyen dolgokat tudunk megtudni, úgyhogy folytatjuk. Maradjanak, vagy folytatjuk.